Gyere, Gordon fiam, gyere. Gordon egy menhelyes kutya. Lábhoz. Gyere, lábhoz. Előjeltől annyit tudunk, hogy valakit megkapott. Lábhoz. De mi nem tapasztaljuk. Gyere, gyere, ne ülj le, babám, gyere. Mi nem tapasztaljuk azt ennél a kutyánál, hogy ilyen problémái lennének, hogy szerintem valamilyen hiba történhetett a éppen a kapcsolattartás közben. Tehát valamit félreérthetett a kutya. Gordon, fekszik. Mert nem mutat semmilyen agresszív viselkedést az első pillanattól kezdve. Inkább oldani kell, mint hogy azzal kéne törődnünk, hogy ül, hogy az agresszivitását kezelje, de üljél le szépen, ülve is tudsz enni. Hát a jutalomfadat elfogadja, hála Istennek, de olyan lassan eszik, hogy gyakorlatilag nekem az életem megy el ezzel, lábhoz. De nem baj, lábhoz. Nem sietünk, megvárjuk, míg megeszi. Gyereket sem szoktuk sietetni az óvodába. Van, amelyik gyorsabban eszik, van, amelyik lassabban. Akkor a kutyát sem fogjuk sietetni. Ül. Fekszik, fekszik, fekszik a Gordon. Na. Hát ez mi? Hát ezt nem mondtam egyet. Ülje le szépen, ül. Fekszik le, fekszik, fekszik. Na, akkor fogom a pórázt. Fekszik. Hop, hop, fekszik. Úgy, úgy. Na, fekszik. Valami földsugárzás lehet ott a egy méterrel arrébb. Ül. Vagy ki tudja mi, lehet, hogy a kincsek vannak elásva, lábhoz. Lehet, hogy kincskereső ez a kutya, lábhoz. Akkor mondjuk lehet, hogy megtartanám, lábhoz. Gyere, gyere, gyere! Na, tehát egyszer, mint száz, inkább oldani kell ezt a kutyát, ül. Nem látom benne ezt az agresszivitást, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy valamilyen ordinári hibát követett el az az ember, akit megkapott. Fekszik? Fekszik? Lehet, hogy nem is tudta, hogy hibázik. Ugye ez a szeretet, az sokszor csinál ilyet, lábhoz. Amikor szeretet nem párosul a szaktudással, akkor szoktak az emberek hülyeségeket csinálni, lábhoz. Szeretik a krokodilt, és akkor megpróbálják megetetni fűvel, csak nem tudják, hogy a krokodil nem eszik füvet. Ül, és kész van a probléma. Ott ül. Ott ül, szuper vagy. Tehát egy szó, mint száz, szerintem Gordon egy tök jó fejű kutya lesz. Dolgozgatunk vele, olyan, mintha valaki már dolgozott volna vele, tehát elég jól reagál a testjelekre, a mozgásra. Úgyhogy alapjából semmi rosszat nem tudok elmondani róla, lábhoz. Egyetlen egy dolog van, mint minden kutyával, gyere Gordon fiam, gyere, 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 gyere. Hogy dolgozni kell vele, munkát kell belerakni, a hiába ülök a fotelbe, akkor nem fog változni a helyzet. Ki kell jönni a pályára, ki kell jönni a természetbe, nyomni, tolni a munkát. És akkor vissza fogja adni a kutya, vissza fogja tükrözni a belerakott munkát, és lesz belőle egy kis fajunk kis kutya.